Mai adásunk tartalmából nyugdíjba vonult Tom Andor, az edzőtábor intézményvezetője, focitábor, kézilabdatábor, maraton váltó és mini maraton sajtótájékoztató. A Nemzeti Sportközpontok Tatai Olimpiai Központja hosszú évtizedes múltra tekint vissza. A magyar sport fellegvárában nem csak a sportolóknak, de a sportvezetőknek is igen nagy megtiszteltetés tevékenykedni nap mint nap. Tompa Andor olimpiai központ vezető, aki nyugállományba vonulás előtti felmentési idejét tölti, jó szívvel emlékszik vissza az itt eltöltött 5 év időszakára. Hát első feladat az igazából meg kellett ismerni az edzőtábort. Annak idején, amikor álmodoztam arról, hogy mi is a magyar sportlétesítmény, akkor mindig a Népstadion meg a Tatai edzőtábor volt az úgymond nagy létesítmény. Hát ide kerülni az valami fantasztikus érzés volt, de hát azzal is szembesült az ember, hogy azért ez túl azon, hogy szép meg jó, azért rengeteg melót jelent, úgyhogy meg kellett ismerni, bele kellett ásni magam, hogy tulajdonképpen mit is jelent, de hál' Istennek azért egy kis gyakorlatom volt az elmúlt időszakból, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem ment sokáig, alányul gyorsan. Mit láttál, mit találtál? Végül is jót találtam, tehát a kollégák azok nagyon profik voltak, és profik azóta is a saját területükön. Rend van az edzőtáborban, rend volt az edzőtáborban, úgyhogy igazából nagyon, hogy mondjam, úgy nulláról kezdeni nem kellett semmit, volt egy bejáratott rendszer, abban nekem is be kellett illeszkedni, és aztán csinálni tovább, mert a sportolók azok nem várták meg, amíg az új ember megismerkedik, ők jöttek, nekik mindent úgy kellett csinálni, mint addig. A 90-es évekig itt eléggé zárt rendszer működött, a sportolók is elmondták a régiek. Hát azóta ez már azért sokkal másabb, annál is inkább, mert félig meddig azért a város sportlétesítménye is vagyunk, még akkor is, hogyha ezt mondjuk Pesten nem mindig jó szívvel fogadják, de hát nekünk be kell illeszkedni a városnak az életébe is, és hát azért minden városi egyesület megjelenik itt hosszabb, rövidebb időre, úgyhogy ilyen szinten is azt mondom, hogy teljesen nyitott az edzőtábor. Nyilván elsősorban az a fő cél, hogy a sportolóknak biztosítjuk a nyugodt felkészülési körülményeket. Emellett nyilván aki befér, és ahogy befér, annak helyet adunk. Első feladataim között voltak azok, hogy mindenhova elmentünk. Megkértem itt a kollégákat, hogy segítsenek, jöjjenek velem, és elmentünk katasztrófavédelem, rendőrség, polgármester, egyesületek. Tehát mindenki olyan, akivel úgy gondolom, hogy partnerként kell együttműködni. És hál' Istennek az elmúlt 5,5 alatt ez be is igazolódott, hogy igazából csak így lehet dolgozni. Tehát mi része vagyunk egy városnak, része vagyunk a magyar sportnak. Mindenütt meg kellett keresni azokat a kapcsolatokat, amelyek működővé teszik ezt az egészet. És úgy gondolom, hogy hál' Istennek sikerült. Igazából azt mondom, hogy haragszom rád, nem vagyok senkivel. Nyilván vannak összezűrülések, voltak nézeteltérések, de azért a cél mindig szentesítette az eszközt, úgyhogy mindig megtaláltuk a helyes utat. Milyen beruházásokba kellett belekapcsolódni, vagy újakat elindítani? Hát igazából nagyon sok minden kellett volna, nagyon sok minden kellene még ide az edzőtáborba. Kimaradt egy 10-15 év a komoly fejlesztésekből, és ennek igazából most isszuk meg a levét. Tehát ide kellene egy csarnok, játékcsarnok, kellene egy atlétika csarnok, fedett csarnok, kellene egy műfős pálya, kellene egy uszoda, és hát a szálloda részt is azért fel kellene újítani, főleg a B épületet, de ami sikerült, az atlétika pálya megújult, az tényleg atléták szerint nagyon jó sikerült. Azért a szállodában az ágyakat kicseréltük, komfortosabbá tettük a szobákat, ez is azért lejött a sportolóktól. Tehát próbáltunk az első időben inkább a komfort érzetre ható beruházásokat, felújításokat csinálni, és hát letettünk egy felújítási tervet még 2012-ben, amit úgy gondoltuk, hogy 2016-ig meg lehetne csinálni. Ez durván egy 7 milliárdos összeg volt, amire akkor azt mondták, hogy hát tulajdonképpen ez nem is sok. Hát azóta igazából ennek csak töredéke valósult meg. Volt egy időszak régebben, amikor nagyon sok külföldi sportoló jött. Aztán sajnos, ahogy
nem tudták biztosítani a megfelelő szakmai feltételeket, tehát kevés csarnokunk van, ahogy az előbb is említettem. Úgy igazából az önálló külföldi jövetelek úgy elmaradtak. A szövetségeken keresztül most is nagyon sok külföldi van, tehát a birkózók, a vívók, az öttusázók nagyon sok külföldi sportolót hoznak, de úgy, mint edzőpartnereket. Tehát önállóan úgy már nem igen jönnek külföldi partnerek, így szövetségen keresztül nagyon sokan, legalább 30-40 ország megjelent itt az elmúlt 5 évben. Ezt a munkát csak olyan kollégákkal lehet elérni, akik maguk is nem munkaként, hanem hobbiként vagy szerelemből csinálják, amit csinálják, mert itt nem lehet reggel 8-ra bejönni, délután 4-kor hazamenni, itt nincs hétvége, tehát ezt el kell fogadni mindenkinek, és hál' Istennek most olyan kollégák vannak az edzőtáboron, akik ezt tudják. A Vasszír Általános Iskola tornateremből hangos gyerekzsivaj hallatszott, annak ellenére, hogy a tanév már befejeződött, tanárok, diákok pihenő idejüket töltik. Mint mindig, most is vannak kivételek. A focitábor lakói mit sem törődve a nyári szünet adta lehetőséggel, pihenés helyett egy hetes munkára, képzésre vállalkoztak. Miért jelentkeztél ebbe a táborba? Mert gondoltam, hogy nagyon jó lesz. Sokat focizhatunk, meg mindent csinálhatunk, lehet bohózkodni, mindenféle. Milyen technikai dolgokat tanultok a fociba? Hát, hogy rúgjunk meg a labdát, meg hogy passzoljunk egymásnak, meg ilyenek. Mi a kedvenced, amit eddig csináltatok? Mi tetszik a legjobban? Erről beszélj egy kicsit. Hát a kapura rúgás, meg a meccsezés, amikor egy bajnokság van, és az tetszik nekem a legjobban. Játszol valamilyen csapatba? Igen, a TASZ-ba. És ott hány évesek között vagy? Most megyek föl az U11-be. Vannak-e terveid a focit illetően, vagy gondolkoztam egyáltalán ilyenen? Igen. És mire dönt? Mit döntöttél? Barcelona. Miért nem magyar mez van rajtad? Nem tudom. Tudnod kell, te vetted. Barcelona a kedvenc csapatom. De tudsz valami magyar játékos valakit mondani, ugye? Igen. Ki az? Gera. Schmeininger Ferenc táborvezető, testnevelő nagy figyelemmel kíséri a foglalkozásokat, oktatja, tanítja a gyerekeket a foci tudományára, figyelve arra is, hogy akár a TASZ csapatában is játszhatnak majd leendő táborlakók közül. Ez itt a Vasszari iskolában az első Vasszari Jászmin foci tábor, a Jászmin iskolával közösen készítettük ezt. Több tanuló részt vesz a Jászmin iskolában, 37 tanulónk van, több program, egész napos programok vannak, délelőttönként egy edzés, 10:30-11-ig. Utána elmegyünk ebédelni, egy kis pihenés, szórakoztató feladatok várnak a gyerekekre, és délután pedig szerveztünk egy bajnokságot, 37 gyermek van, ez 6 csapatot kitesz, és a 6 csapat körmérkőzést játszik egymással, és eldönti a tábor legjobb csapata címét. Mikor kezdődött és meddig tart? Ez hétfőn kezdődött ez a tábor, itt a Vasszariban először, reméljük, hogy hagyományt tudunk teremteni, és minden évben meg tudjuk szervezni. Úgy néz ki, hogy ez sikerülni is fog, hiszen nagy örömmel szolgál, hogy nagyon sok gyerek vesz részt a táborban. Úgyhogy hétfőtől kezdődött, és szombaton még délelőtt várjuk a szülőket egy közös gyerek-szülő foci mérkőzésre, és utána a tábor bezárása délben megkezdődik. Így aztán 6 napos tornát szervezünk. Lesz egy másik turnus, hogy ezzel vége van a nyári programnak? Ennek a tábornak ezzel vége, és amint említettem, reméljük jövőre folytatjuk tovább. Még alig írták ki az általános iskolák tábláira a vakációt jelző várva várt tényt, de már is újabb programot bonyolítottak az iskolai szünetben a külküti általános iskolások. A kézilabda a zászlóvívő sportág a Kőkútban ennek érdekében, hogy továbbra is az maradjon, kézilabda tábort szerveztek a testnevelők. A több korcsoportban való képzésre, kikapcsolódásra az ötvös sportcsarnokában és a Kőkúti általános iskolában kerül sor. Az ötvösben Villi Attiláné vezetésével edzettek, játszottak a fiatal kézilabda palánták.
Hétfőn kezdődött, és pénteken tart, minden nap reggel 8-ra jönnek a gyerekek, délután 4-ig tartanak a foglalkozások. Itt az Ötvös Gimnáziumban a U10-es, 11 és 12 éves gyerekekkel foglalkozunk, három edző, fölváltott csoportokban edzünk, kihasználva a csarnok, illetve az iskolának a tornatermét is. A csoportoknál ugye lányok, fiúk, tehát ott úgy megbontás ugyanúgy van, és amikor ugye nem üres a csarnok, akkor pedig más szabadidős tevékenységet is végzünk a gyerekekkel. A lényeg, hogy sportoljanak és jól érezzék magukat. Honnan jöttek össze a gyerekek? Válogattátok őket? Valami limit volt, vagy akinek kedve volt, az jöhetett? Nem volt limit, nem is kellett válogatni, ez a második TAC tábor már. Tavaly 100 gyerek volt, nagyon jól érezhették magukat, mert idén is csak ebben az első turnusban 105-en körülbelül jelentkeztek, és jöttek Naszájról, Vaszariból, Jázmin iskolások, kőkútisok, tehát igazából a Tata iskolákból mindenhonnan előfordulnak, és szerencsére a kistérségi iskolák is bekapcsolódtak ebbe a táborba. Mennyire követitek a szoros szakmai munkát, vagy inkább játékos formában próbálkoztok a gyerekekkel foglalkozni? Hát ez egy edzőtábor, de inkább a játékosságra törekszünk. Ugye a szakmai vezetésnek is ez volt a kérés, hogy jól érezzék magukat. A gyerekeknek ugye a különböző a tudásszintjük is, és itt az a lényeg, hogy úgy menjenek haza, hogy másnap is szeressenek jönni, de elfáradjanak, tehát az izomláz az mindennapos. És ugye ami legfontosabb, ugye a labda szeretete, hiszen kézilabdáról szól, tehát a cseleket, a labdaügyességfejlesztés, a lövések, ezek mind be vannak építve az edzésekbe. Melyik sulikból jöttek a gyerekek? Van-e valami különleges iskola, aki küldött ide, vagy jött ide a gyerek? Hát, mint említettem, minden iskolából, tehát főleg ugye TAC tábor, tehát itt azok a gyerekek, akik a TAC színeiben kézilabdáznak, főleg az utánpótlásra ugye épülve, azt mondhatom, hogy vagy ezen a héten, vagy jövő héten minden gyerek el fog jönni, hiszen kedvező számukra ugye az anyagi kondíció is, illetve mivel tavaly is jól érezték magukat, így örültek, hogy idén is megrendeztük ezt a tábort. Gál Szabolcs a tábor vezetője kollégáival a kőkútiban szerepeltek és vezényelték a foglalkozásokat. Úgy hirdettük meg, hogy U8-astól U14-es korosztályig. Hát a legtöbb létszámban a legtöbb az az alsós korú gyerek, hát a 8-tól 10 évesig. Őnek a nagy része itt van a kőkútiban, itt vannak az edzéseik, a többiek pedig a gimnáziumban vannak fönn, gimnázium sportcsarnokában. Bárki jöhetett a táborba? Bárki. Ezt tavasszal meghirdettük, aki jelentkezett a táborba, bárki függetlenül, mondom, ebbe az életkori szakasz belső gyerekek, függetlenül, hogy tatai vagy nem tatai. Egyébként van egy pár olyan gyerek, aki tacos ugyan, de nem tatai gyermek, hanem naszái, agostyáni. A tábor során mire fektetitek a hangsúlyt? Ez egy kézilabdás sporttábor, tehát elsősorban a kézilabda specifikus mozgásokra. Nyilván nagyon sok játékossággal, hisz a nyár elejé iskola végi táboroknak ez a lényeg, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, tehát nem az edzőtábori metódust követjük. Itt nagyon sok labdás foglalkozás van, technikai elemek gyakorlása is, természetesen játék. Kézilabdán kívül egyéb játékokat is játszanak a gyerekek, métáznak, fociznak, van lehetőségünk az uszodát használni. Most egy csoportunk épp sárkányhajózik a tavon, úgyhogy többféle sportágot is kipróbálhatnak, játszhatnak, de a fő hangsúly nyilván a kézilabdán van. Ez az egy turnus lesz a nyáron? Nem, két turnusunk van. Ez az első, ez június 29-től július 3-áig, második turnus pedig július 6-tól 10-ig lesz. A különbség az lesz a kettő között, hogy ott egy kicsivel kevesebb gyerek van a második turnusban, és ott a kisebb pályás foglalkozásoknak a Vaszari iskola tornaterme ad otthon, a nagypályás kézilabdának ugyanúgy az Ötvös Gimnázium. A kemény edzés, változatos programok után jól esett az iskola hűs tanmedencéjében pihentetni a fáradt izmokat. Adásunk további részében a maratonváltóról láthatnak egy összeállítást, és sajtótájékoztatót tartottak a mini maraton előtt. Igen, tekintés múltra tekint vissza a sprint futókör által szervezett maratonváltó futás. A klasszikus maratoni távot
Csapatban és egyéniben is le lehetett futni, lehetett teljesíteni vasárnap délelőtt. 59 csapat, 19 kategória, 356 fő és 502 kör volt a tó körül a penzum. A megszokottól eltérően a vártnál többen készülődtek a futók a kiírt teljesítésre. A sprintesek alaposan előkészítették a versenyt, mellette minden futó figyelmét felhívták a nagy melegben való futás veszélyeire, közben gyülekeztek a rajtnál, és 10 óra 10-kor pontban elindult a mezőny az egyéni és a csapatversenyben is. A rajt előtt beszélgettünk az érdekelt szereplőkkel és vezetőkkel. A maratonváltó ez egy nagyon régi dolog, hiszen idén 23. alkalommal rendezünk. Ez is a Sprint Futóklub kezdeményezte annak idején, aztán hosszú időre a Lénár team vette át, és utána volt majdnem 10 év kihagyás, és mi 5 éve indítottuk útjára újra ezt a maratonváltót. Mekkora népszerűségnek örvend, mit mutatnak a mutatók? Hát igen nagy népszerűségnek örvend, mert épp most néztem meg, hogy hányan neveztek, és több mint 80 csapat, és 7 vagy 8 egyéni induló még nincs lezárva, de lassan lezárjuk a nevezést. Tehát a tavalyi 67 után ismét többen vagyunk. Egy csapatban mennyi futó van? 6 főből áll egy csapat, de vállalkoznak rá olyan csapatok, akik 2 vagy 3 főből állnak, és vannak egyéni indulók, de egyébként 6 főből áll a csapat, és egy kört futunk, és akkor így jön ki a maratontáv. Pihenőhelyek és azok az állomások, ahol egy kicsit föl tudnak frissülni, vannak-e? Igen, egy frissítő, ugye mivel csak egy kört kell elvileg futni, a frissítő állomás a Szabadstrandnál, a Kútnál van, és akkor itt a célban állunk frissítéssel rendelkezésre a futóknak. A résztvevők közül kik azok, akik itt látod a regisztráció alapján, akik már nagyon sokat szorít vannak? Ó, hát nagyon sokan vannak, Budapestről is, nem akarok neveket mondani, de Debrecenből, Budapestről, Pécsről is vannak futók, akik rendszeresen visszajárnak. Hát itt van Kenyi Imre bácsi 80 év fölötti, vagy a Zsiga János szintén 80 év fölötti futók. Hát ők is nem tudnám megmondani, hogy hányadszor vesznek részt, de talán mindegyiken itt voltak. A tataiak közül a katonasportolók, futók szerettek volna jó teljesítménnyel magukra hívni a figyelmet, hasonlóan jól szerepelni, mint az előző években. Hányadik alkalommal veszel részt ezen a maratonváltón? Hát igazából nem is számoltam, biztos, hogy már 10 fölött van. Ez a mini maratonra bemelegítés jelent, vagy egy tulajdonképpen előversenynek is mondható? Igen, ez egy nagyon jó felkészülés, meglátja az ember, hogy hol tart, és mennyire bírja a meleget, ami most bejött. Melyik csapatot képviseled, és milyen eredményre számítotok ma? De a Honvéd csapattal indulok, a TTTH-s, mindenki katona a csapatban. És remélem győzünk, hát mindig győzni jövünk. Csapattagok rendszeres futok úgy, hogy te vagy, éppen csak most összeálltak erre az egy alkalomra? Természetesen futnak ők is rendszeresen, a szakosztályon mindig megyünk, illetve benne a laktanyába is. Itt most ugye, ha eredményeket nézünk és próbálunk számolgatni, azt mondtad, hogy győzni akartok. Alkalmas ez a gárda arra, ha nézel itt a többi futót? Gondolom van sok ismerősök ellenfelek között. Nagyon remélem, hogy alkalmas ez a gárda. Az ellenfelek erőssége az majd futás közben derül ki. A hölgyek mezőnye is elég népesnek bizonyult, bizonyítandó, hogy ők is képesek kitartóan, gyorsan futni a cél érdekébe. Én személy szerint először indulok a TTTHS színein belül, ők minden évben képviseltetik magukat. Mit hallottál eddig a versenyről, és tulajdonképpen milyen tapasztalatod van az eddigiek során? Nekem nagyon jó tapasztalatom van, egy-két ilyen hasonló szervezésű versenyen indultam már, ott mindig nagyon jó hangulat volt, úgyhogy... Azt mondják és sugják jobbról balra, hogy a győztes csapat nevében valóban így tervezed? Nem, mi csak a egyesületünk elnöke ő szeretné, mi csak a buli kedvéért indultunk. Rekkenő hőség mennyire befolyásolja majd a futás, mit gondolsz? Hát természetesen befolyásolja, mindenki szerintem egy kicsit rosszabb időt fog futni, mint egyébként a megfelelő körülmények között, de hát ez van. A tatai futóversenyeken rendre jól szerepel az egykori ötvös diák Varga Dorottya, aki ha teheti, mindig elindul kedvenc városában, ahol futóversenyt hirdetnek és szerveznek. Egyéniben indulsz, vagy csapatban? Hogy áll most a dolog? Csapatban indulunk, most nem egyéniben. Túl meleg van még ahhoz, hogy egyéniben induljak. Hogy állsz most a futással? Milyen versenyeken vagy túl?
Hát különböző szabadtéri pályaversenyeken, meg mezei versenyeken, különböző távú versenyeken. Az egyéniben, hogyha indulnál, most cél lenne az úgy, mint a minimaradonon, hogy föl kell állnod a dobogó tetejére. Akkor mely lenne a célom? Hát az lenne, hogy 30-on belül mindenképp. Hát azért örülnék neki, hogyha ilyen egyénit tudnék futni, mert hát az mindig célom, hogy úgy egyénit fussak a tókörön. De most nem tudom, hogy ebben a melegben mennyire tudnék jól futni. Hát a tókörüli túlsó rész az egy árnyas, nagyon klassz kis hely. Hát ott majd gyorsítok, addig a melegen pedig, ahogy bírom, hogy futom majd. Tulajdonképpen szerencsés időpont volt a 10 óra 10 perc, mert a tó körül ilyenkor még kevés kivétellel árnyékos lombos fák alatt és között futhatnak a sportolók. Tippelgették a váltóhelyen, vajon melyik csapat első embere jöhet, mekkora előnye lehet. Legtöbben a tatai katonák csapatának első futóját várták, és úgy 24 perc után ki is derült, Avar András jött. Futott, váltott, majd utána Sipos Balázs futott tovább a második körre. Nem sokat kellett várni a többi csapat első futójára sem, nem szakadtak le nagyon egymástól a csapatok tagjai, ki egy kicsit fáradtabban, ki alig kimerülten adta át a váltóbotot tovább futó társának. A női mezőnyben egyébként Tóth Jutka, a férfiaknál Sipos Balázs lett az első egyéniben, míg csapatban a tatai távfuta és tömegspört honvéd sportegyesület csapata futotta a legjobb időt. A leggyorsabb kör Avar András nevéhez fűződik, 25 perc 38 század másodpercet futott, ami ebben a hőségben igencsak elismerésre méltó teljesítmény. A 32. alkalommal indul útjára a Vértesvolán Tatai Minimaraton Nemzetközi Futóverseny. Augusztus 1-én indul 16 órától a művelődéséhez előtti rajthelyről. Rangot vívott ki magának ez a verseny, amely 1984-től európai hírnévre is szert tett. Öregbítette Tata városának és a futók népes táborának jó hírét. Ebben az évben technikai akadályok miatt a 14 km 1 km-re rövidebb lesz, módosított útvonalon folyik majd a verseny, ez tulajdonképpen ajándékként is fölfogható a futók számára. Egyetlen egy fő változás van az, hogy az egyéni futószám 13 km lesz a Kossuth tér átépítése miatt. A rajtnál lesz-e valami újdonság? A rajtnál újdonságra nem számíthatunk. A tavalyi évben is már ugyanaz volt, hogy a nagy színpadot a várudvarban építettük föl, és a futókat innen a kis színpadról Burján Attila biztatta, tehát ez ugyanígy lesz az idei évben is. A rajtot is innen lőjük majd el a kis színpadról, de az eredményhirdetés és a műsor benne a nagy színpadon a várban lesz. Igaz-e az, hogy a kapu az már a város, ahonnan indulnak majd a futók, vagy hogy van ennek a jelenlegi helyzete? Igen, a rajtkapu a városé, tehát a város önkormányzatáé, úgyhogy innentől kezdve a mini maratonon és a tófutásokon biztos, hogy ezt fogjuk használni. Szervezőgárda mennyire áll készen a feladatokra? Megvoltak a megbeszélések, a szervezői megbeszélések, még finomításra van szükség, meg hát az időjárás miatt készülnünk kell arra, hogy tényleg minél kevesebb probléma történjen. A mentőkkel, rendőrséggel, egészségnyújtókkal kapcsolatban állunk, és előtte tartunk is egy területbejárást, illetve útvonalbejárást, ahol még a felvetődő problémákat átismételjük, illetve ami maradt, még megoldjuk gyorsan. Frissítő állomások változtak, több lett, mert nagyon nagy melegnek ígérkezik. Hát már tavaly évben is 8 állomásunk volt a rajtcéllal együtt. Tehát azt a 8 állomást megtartjuk, kint 6 állomásunk van a futóterepen, ennél többet szerintem senki se állítana. Lesz a váltófutás, és mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket a csípes rendszer? Lesz váltófutás, ezt nagyon sokan kérdezik is, és neveztek is már előre a váltófutásra is. A csípes rendszer marad, az egyéni futóknál a cipőre tűzhető csíp, az bevált, és a váltóban pedig a térd alá tépőzárral fölrögzített csíp lesz, amit váltani fognak a váltózónában. A nevezések mikor kezdődnek, mikor indulnak, és hogyan lehet nevezni? Már folyamatban van a nevezés, az előnevezés, május 1-e óta.
Most már több mint 100-an, 150-en neveztek, előneveztek. Az előnevezők majd itt fizetik be a nevezési díjukat az előnevező sátorban. De a nevezés azóta is folyamatos. Pénteki napon, július 31-én lesz egy zsíros kenyérpartival összekötött nevezési napunk, ami hagyományos. Ott is nagyon sokan szoktak még nevezni, és aztán szombaton egészen 3 óráig. Milyen támogatottságot élvez a Minimaradon? Jöttek-e új támogatók, új szponzorok? A Vértes Volán az új nevén, ugye a Közép-Nyugat-Magyarországi Közlekedési ZRT maradt támogató, és a Komárom-Esztergom megyei sportszövetségek szövetsége, ahogy tavaly is csatlakozott, idén is támogatja majd a versenyünket, és várjuk még a felajánlásokat és támogatókat. Kisebbek vannak, akik mindig ajándékokkal, díjakkal hozzájárulnak a verseny sikeréhez. Fontosak a nemzetközi kapcsolatok, hiszen nem csak a kultúrát, hanem a sportot is határainkon túl kívül viszik a Minimaraton résztvevői, természetesen jó szájízzel. Még egy izgalmas változás van az idei esztendőre. Az idén egy kicsit előre látva, hogy nagyon nagy hőség lesz, de még előrébb látva azt, hogy a Kossuth térre nem tud köröztül menni a futóverseny, ezért az idejében 13 kilométerre csökken a futóversenynek a 14 kilométeres távja. Ez egy egyszeri, egyedi szituáció lesz, mert jövőre már a gyönyörűen megújult Kossuth téren fognak tudni keresztül futni a versenyzők. Az idei esztendőben pedig egy hamarabb bevett kanyarral futnak vissza mindjárt a Hajdú utcán, tehát a Keszthelyi utcán bekanyarodva jönnek vissza a versenyzők ide a vár elé, és futnak tovább a táv további részére. Tehát egy rövidebb versenyre számíthatunk az idén, de nagy melegre. Nagyon büszke a város, azt gondolom, erre a nagyon szép versenyre. Szeretném is megköszönni azoknak is, akik a ötletet annak idején megszülték, akik kitalálták ezt a minimaraton versenyt, egészen a mostani szervezőkig. Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy 32. alkalommal tudjuk megszervezni a minimaratont Tatán. Mekkora jelentősége van ez a városunkban, akár a kultúra, akár a sport vonatkozásában? Egyrészt nagyon sokan vannak, akik visszajáró futók, és rendre évente újra és újra elindulnak és jönnek az ország minden tájáról. Nagy öröm az, hogy a külföldi versenyzők száma is folyamatosan emelkedik. A testvérvárosainkból, például Alkmárból az idén, ha jók a számaim, akkor 16-an jelezték, hogy szeretnének indulni. Magyar Kanizsáról is nagyon sokan érkeznek, tehát több mint 50-60-an lesznek azok, akik külföldről, a testvérvárosainkból jönnek erre a futóversenyre. A tataiak számára pedig hát egy régóta megszokott és egy szeretett verseny, amit hiányolunk minden esztendőben, és szerintem az idén jó lenne ezen változtatni, az a szurkolóknak a száma. Az lenne jó, hogyha sokkal többen kijönnének a tópartra, ide a rajthoz, a célhoz, és együtt szurkolnánk a tataiaknak, a versenyzőknek. Kellene ahhoz ezen kívül még, hogy minőségében, hangulatában és tulajdonképpen a tradicionálisá válásában is megmutatkozza ez a minimaraton? Hát minden ilyen verseny sok pénzbe kerül. Egyrészt jó lenne, ha még több szponzort találnánk, úgyhogy itt meg is ragadom az alkalmat, hogy azoknak megköszönjem nagyon, akik vállalták a szponzori tevékenységet, a főszponzorunknak, a Vértes Volán korábbi nevén Vértes Volán közlekedési vállalatnak. Ők azok, akik most már évről évre a névadó szponzori címet elnyerik a általuk adott támogatás miatt, de a többieknek is köszönet, a Budapest Sportirodának, az Evochip, Hungária Kft.-nek, a Kemszösz Szabadidő Sportszövetségnek, a Természetbarát Szövetségnek, és természetesen mindenkinek, aki hozzájárul. Legnagyobb mértékben Tatabányai önkormányzata támogatja ezt a futóversenyt.
Kedves nézők, legközelebb sportadással a Mini Maraton eseményével jelentkezünk majd augusztus 1-e hetében.